Atyám, eljött az óra, dicsőíts meg a te fiadat, hogy a te fiad is dicsőítsen téged. Amiként te hatalmat adtál neki minden testen, hogy örök életet adjon mindennek, akiket neki adtál. Az pedig az örök élet, hogy megismerjenek téged, az egyedül igaz Istent, és akit te elküldtél, Jézust a Krisztust. Én dicsőítettelek téged a földön. Elvégeztem a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. És most te dicsőíts meg engem, atyám, te magadnál. Azzal a dicsőséggel, amelyel bírtam te nálad a világ létele előtt. Megjelentettem a te nevedet az embereknek, akiket a világból nékem adtál. Tiéd voltak, és nekem adtad őket, és a te beszédedet megtartották. Most tudták meg, hogy mindaz, ami tőled van, amit nekem adtál. Mert a ma beszédeket, amelyeket nékem adtál, ő nekik adtam. Ők befogadták, és igazán megismerték, hogy én tőled jöttem ki, és elhitték, hogy te küldtél engem. Én ezekért könyörgök, nem a világért, hanem azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. És az enyémek mind a tieid, és a tieid az enyémek, és megdicsőítettem ő bennük. Én nem vagyok többé a világban, de ők a világban vannak, én pedig te hozzád megyek. Szent Atyám, tartsd meg őket a te nevedben, akiket nekem adtál, hogy egyek legyenek, amint mi. Mikor velük voltam a világon, én megtartottam őket a nevedben, akiket nekem adtál, megőriztem, és senki el nem veszett közülük. Csak a veszedelemnek fia, az is azért, hogy az írás beteljesüljön. Most pedig te hozzád megyek, és ezeket beszélem a világon, hogy ők az én örömömet teljesen bírják ő magukban. Én a te igédet nekik adtam, és a világ gyűlölte őket, mivel hogy nem e világból valók, mint ahogy én sem vagyok e világból való. Nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt, hogy őrizd meg őket a gonosztól. Nem e világból valók, amint hogy én sem e világból való vagyok. Szenteld meg őket a te igazságoddal, te igéd igazság. Amiképpen te küldtél engem a világra, úgy küldtem én is őket erre a világra. És én ő érettük oda szentelem magam, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. De nem csak ő érettük könyörgök, hanem azokért is, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Hogy mindnyájan egyek legyenek, amint te én bennem, atyám, és én te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk. Hogy elhüggye a világ, hogy te küldtél engem. És én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, ő nekik adtam. Hogy egyek legyenek, amiképpen mi egy vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Tökéletesen egyé legyenek, és hogy megismerje a világ, hogy te küldtél engem, és szeretted őket ugyanúgy, ahogy engem szerettél. Atyám, akiket nekem adtál, akarom, hogy a én vagyok, azok is ott legyenek. Hogy meglássák az én dicsőségemet, amelyet nekem adtál, mert szerettél engem a világ alapjának felvettetése előtt. Igazságos atyám, e világ nem ismert téged, de én ismerlek téged. És ők megismerték, hogy te küldtél engem. És megismertettem ővelük a te nevedet, és ezután is megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amelyel engem szerettél, és én is ő bennük legyek. Sok szeretettel köszöntelek benneteket ezzel a fantasztikus igével, Jézus főpapi imájáról olvastunk itt. Nem vagyok könnyű helyzetben, mert egy olyan témáról, egy olyan dologról szeretnék beszélni a főpapi ima kapcsán, ami azt gondolom, hogy az egész Szentírásnak az egyik szíve, gyöngyszeme, talán a lényege, talán minden benne van. Talán, ha nem lenne több rész a Bibliában, ez a rész
kifejezni az Istennek irántunk való jóságát és szeretetét. Ha hiszünk az ima fontosságába, és hiszünk benne, tudjuk, hogy nagyon fontos az ima, akkor sokkal inkább hinnünk kell abban, hogy Jézus imája pedig mindennél fontosabb volt. Én teljes szívemből azt hiszem, hogy amit ő imádkozik itt, az egy olyan kaliberű dolog, nem is tudom, mivel lehet ezt kifejezni, amihez nincs hasonlítható. És az a kiváltság, hogy mi emberek beletekinthettünk abba, hogy ő neki milyen intim volt a kapcsolat, hogy ő hogy imádkozott az atyához, hogy megengedte az Isten, hogy egy ilyen felvillanásnyi időre, egy 5 percre körülbelül, nem tudom mennyi, beletekintsünk abba, hogy hogyan volt Jézus az atyával. Az engem lenyűgöz, és az megmondom őszintén, hogy nagyon megrendít. Azért is rendít meg, mert egyrészt Jézus tudta, hogy bármit kér az atyától, azt az atya megadja neki. Ez nem volt számára kérdés, soha. És amikor itt imádkozik, akkor olyan dolgokat kér, amik kevésbé vonatkoznak rá, és sokkal inkább vonatkoznak ránk. És ha semmi nem jönne össze ebbe az életbe, de egy dolgot biztosan tudunk, hogy az, amit Jézus kért az atyától, az megvan. Az biztosan megvan. És azért is lenyűgöz engem ez az ima, mert semmi negatív nincs benne. Egyetlen egy gondolat. Pedig egy olyan időben születik, olyan időben mondja el Jézus, amikor bizony még nagyon a Kálváriának ugye az elején, amikor még nagyon-nagyon tudjuk a Szentírásból, nem voltak fölkészültek a tanítványok, most fejezzük ezt így ki, nem vádolva és kárhoztatva senkit. Sem a Pétert, sem a többieket. Ez az igazi hitnek az imája, amiről hallottunk a bevezetésben. Ha mondott valaki hit imát, ha mondott valaki helyes imát, akkor ez Jézus főpapi imája, amit így ismerünk. Mivel nagyon sok mindent szeretnék ezzel kapcsolatban mondani, mindjárt belevágok a közepébe, 3 részről szól. Szerkezetileg 3 részre kell lehet osztani. Az egyik, amikor hálát ad a saját szolgálatáért, a másik, amikor imádkozik a tanítványaiért, akik vele voltak, és a harmadik, amikor imádkozik érted és értem. Vagyis mindazokért, akik a tanítványok nevében beszédére hinni fognak. Mind a 3 dologról szeretnék 3 gondolatot, mert a mélységes tárháza az Isten nagyságának és az Isten dicsőségének, ez az ima. De 3 gondolatot szeretnék mindegyikkel kapcsolatosan kiemelni, most ebből a ige szakaszból, ige részből. Az első a Jézusra vonatkozóan. Jézus azt mondja, hogy, és erről beszéltünk is az elmúlt időben, és én szeretnék kapcsolódni, és majd meglátjátok, hogy fogok is a testvéreimhez, akik előttem szóltak, Tamáshoz, Ferihez, Attilához, hiszen azt gondolom, hogy ez az ima mindarról szól, amiről az elmúlt időkben is beszéltünk. Az első dolog, hogy azt mondja a 3. versben, hogy mi az örök élet, beszéltünk róla, definiálja Jézus. Hogy nem az az örök élet, hogy majd valahol, valamikor együtt leszünk vele, persze az is, és egy teljesen más létezési formában fogunk kerülni, hanem az az örök élet, hogy megismerjenek téged, és akit elküldtél, a Jézus Krisztust. 3 dolgot mond ebben az imában Jézus, ami csak itt szerepel a Bibliában. Ez az egyik, hogy magáról nem beszélt soha, mint Mesiásról, itt mondja ki először, vagy egyszer, hogy Jézus, hogy megismerjenek téged, Jézust a Krisztus. Egyébként mindig emberfiának hívta magát. Emberfiának mondta magát. A másik itt fordul elő először, hogy szent atyámnak mondja, és igazságos atyámnak mondja.
Ezeknek van jelentősége, de én most azt szeretném mondani, hogy tehát az örök élet az egy folyamatos megismerés, ami már itt elkezdődött abban a pillanatban, amikor mi elfogadtuk Jézust. Amikor befogadtuk az életünkbe és befogadtuk a szívünkbe, akkor az életet fogadtuk be. Mert nincs senki másban élet, csak Jézus Krisztusban. Ő az út, az igazság és az élet. És ezért az élet ő benne van, és amikor én elfogadtam Jézust, akkor az életet fogadtam el nagy betűvel, és örök életet jelent. És ez az élet ad nekem is életet. És ad életet nekünk, és azért fogjuk az Urat meglátni, mert ez az élet bennünk van. És ez nem bennünk lesz, hanem bennünk van. És ez az ismeret már most elkezdődik. És ennek az ismeretnek a lényege, az Isten igéjének a megértése és a megismerése, amit a Szent Szellem jelent ki a számunkra. Tehát az az örök élet, aki benned van, a názáreti Jézus Krisztus. És ezért mondja a Biblia, hogy aki hisz a fiúban, annak örök élete van. Nem lesz, hanem van, és által ment a halálból az életben. Tehát most már az örök életnek a birtokosa vagy, ha bírod Jézust a szívedben és az életedben. A második dolog, hogy azt mondja itt, hogy a te beszédedet megtartották. Ha a tanítványoknak a elkövetkezendő napjait, csak napokat nézzük, akkor látjuk, hogy még ebben nagyon-nagyon sok kétség volt, és mégis Jézus úgy beszél róluk, hogy megtartották a beszédedet. És ez a beszédednek a megtartása, ez bizonyos előző részből kiderült, hogy megvallásból fakadt, abból fakadt, hogy azt mondták, hogy most már értjük, hogy tényleg az Istentől jöttél ki. És Jézus utal erre, hogy megismerték, megértették, és megtartották a te beszédedet. Az örök élet és Isten igéjének a megtartása, az szorosan összekötődik. Az örök élet, mivel egy folyamatos megismerés, ez a folyamatos megismerés az Isten beszédéből, az Isten igéjéből jön. És ezért, amikor mi örök életbe belépve tudakozzuk, keressük, kívánjuk az Isten igéjének a megértését, akkor ez az örök életet munkálja benned és én bennem. Tehát bennem van az örök élet Jézusban, de ez az örök élet szomjas. Ez az örök élet benned vágyik, keres, kutat. És amikor átéljük az Isten jelenlétének, az Isten igéjének a valóságát, hogy most átéltük, és nagyon hálás vagyok a dicséret csapatnak, és köszönjük nektek, hogy segítettetek ebben, hogy átéljük, és persze a technikusoknak és mindenkinek, aki közreműködött ebben. Amikor átéljük az Isten jelenlétét, akkor egyszerűen lehullanak a láncok, ahogy énekeltük ebbe a dalba. Lehullanak a láncok, akkor az ember jónak látja a jövőt. Akkor az ember számára a kilátástalanság eltűnik, és megnyílik a menny, és megnyílik egy olyan perspektíva, amiből tudjuk, hogy győztesek vagyunk. Amiből tudjuk, hogy mivel nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van, ezért az Isten országa itt van közöttünk. És ahol Isten országa van, ott szeretet van, szabadság, öröm van, ahogy már a bevezetésben is hallottuk. Tehát azt mondja Jézus, hogy és megtartották a te beszédedet, és erről akarunk beszélni. Erről beszélünk most nagyon sokat, hogy az Isten igéjének a megtartása, az Isten beszédének a megtartása, hogy az mennyire fontos mindegyikünk számára. Az egyetlen zsinór mérce az életünkben, az Istennek a szava, az Istennek a beszéde. És nem az Isten igéje fog hozzánk térni, hanem nekünk kell az Isten igéjéhez térni. És azt a kijelentett igazságot, ami benne van a Szentírásban, és ami nem betű elsősorban, és nem ismeret, holott ismeret is, erről is sokat beszéltünk, hanem ez egy Szent Szellem által kijelentett ige, élet és valóság. A harmadik dolog Jézussal kapcsolatban, amit el szeretteknek mondani, az, hogy azt mondja, hogy én megdicsőítettelek téged a földön. És ennek a megdicsőülésnek, hogy megdicsőítésnek, hogy miben dicsőítette meg Jézus az atyát. Nem elsősorban abban, hogy dicsőséget adott az atyának, bár ez is benne volt. Mindig dicsőséget adott az atyának. Abban állt az ő megdicsőítése, ahogy itt is mondja, hogy megdicsőítettelek téged a földön,
mert elvégeztem azt a munkát, amelyet rám bíztál, hogy végezzem azt. Tehát mi az Isten dicsőségének az elvégzése az életünkben, hogy azt a munkát, amit ránk bíz az Isten, azt elvégezzük. És mindegyikünkre bízott Isten munkát, és mindegyikünknek van feladata ebben a testben, és ebben a földi életben. És még egy dolgot mond hozzá, ami szintén az Isten dicsőségének a megjelenítése, az pedig azt mondja, hogy tehát az egyik az elvégeztem a munkát, a másik pedig az, hogy akiket nekem adtál, megőriztem őket. Tehát két dolog van, amit itt felsorol Jézus. Hogy elvégeztem a munkát, és akiket nekem adtál, azokat megőriztem. Ez a munka elvégzés és őrzés honnan ismerős ez nekünk, honnan köszön ez vissza? Az Édenből. Ugye Ádámot megteremti Isten, és két dolgot bíz rá. Hogy munkálkodj, műveld a kertet, és őrizd. Munkálkodj, és őrizd. És az őrzésbe elbukott Ádám, úgy tűnik, mert az ő felelőssége lett volna, hogy megőrizze a kígyótól, a sátántól az Édenben Évát is, és önmagát is, és ezzel az egész emberiséget is. Jézus, amikor eljött, mind a két dolgot, mint utolsó Ádám, véghez vitte. Véghez vitte, elvégezte azt a munkát, amire Isten elhívta. Ugye Ádámnak a munkavégzésben az lett volna a feladata, hogy az Édent, ahol őt helyezte az Isten, kiterjessze a földre. És hogy a föld Édenné váljon az ő kezének munkája árán. És hogy megőrizze azt a munkát, amit az Isten rábízott, amire Isten felelőssé tette, amivel Isten megbízta őt a teremtéskor. Jézus mind a két dologban győztes volt. Egyrészt az Istennek a dicsőségét, az Istennek a munkáját, az Istennek a lehetőségét az egész világra, minden emberre kiterjesztette. Amikor ő azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett, az azt jelenti, hogy a munka be van fejezve. Az elvégeztetett, az azt jelenti, hogy a munka, amit rám bíztál, elvégeztem és befejeztem. És meg előtte volt, de hitt az atyában. És tudta, hogy így lesz, és így is lett. És Jézus elvégezte ezt a munkát, amit ő ránk bízott. Amit az atya rábízott. És azt olvassuk, és ugye Feri is beszélt két hete, hogy ez a győzelem, hogy mit ilyen győztesnek lenni. És én úgy hiszem, hogy nekünk, akik most már 2000 évvel Krisztus után élünk, ez a kiindulás. Tehát mi nem a győzelemért harcolunk, hanem mi a győzelemből harcolunk. Nekünk nem kell azt elérnünk, amit Jézus elért helyettünk és értünk. Nekünk azt kell elérni, ami a mi saját személyes területünk. És nagyon nem mindegy, hogy a győzelemért, vagy a győzelemből harcolunk, és ez elhangzik. Az ígéret földje mikor lett az Izrael fiai? Én is így hiszem. Amikor Isten azt mondta Ábrahámnak, hogy neked adom azt a földet. Ha Isten ilyet mond, akkor ne legyen kétséged afelől, hogy a tiéd lesz a föld. Ábrahám még hol volt? Sehol nem volt az ígéret beteljesülésében. De a föld az övé volt. És azt mondja, hogy örökké. Olvassuk el ezt, csodálatos, csak ezt az egy verset. Csodálatosan szép, igen. Ja, Istenem. Kettő Mózes, fölírtam valahol. Egy Mózes, de hogy kettő Mózes, egy Mózes. 2.15. Egy Mózes, nem, az a... Mutatom nektek ezt a csodálatos igét. Azt mondja, 13. Egy Mózes 13-ban.
Az Úr pedig mondta Ábrámnak, minek után elvált tőle Lót. Emeld fel a szemedet, és tekints arról a helyről, ahogy van északra, délre, keletre és nyugatra. Mert mind az egész földet, amelyet látsz, neked adom, és a te magodnak örökre. És olyanná teszem a te magodat, mint a földnek pora, hogyha valaki megszámlálhatja a földnek porát, a te magod is megszámlálható lesz, vagyis nem lesz megszámlálható. Kelj fel, járd be az országot hosszában, széltében, mert neked adom azt. Tehát mikor lett Ábrahámé a föld? Amikor az Isten így döntött. És mikor vették birtokba, amikor oda mentek, és megcselekedték azt, amit az Isten megígért. És ezért a 10 kém óriási tévedett. A 10 kém nem tudta látni a láthatatlant. A 10 kém nem hitt az Isten szavának és az Isten ígéretének. Ők a szemük előtt lévőket nézték, és nem azt, amit az Isten mondott. És ha elvétjük, mi is, mindig itt vétjük el. Hogy nagyobb impulzust ér bennünket a tulajdon körülményeink által, mint az, amit az Isten mondott. És mi azért prédikálunk, és azért olvassuk a Bibliát, és azért tekintünk bele a szabadság tökéletes törvényébe, hogy ne vigye el a figyelmünket, az e világnak az iszonyatos információáradása és dömpingje, hanem hogy meg tudjunk maradni az Istenben és az Isten előtti hűségben. Azt mondja Jézus, hogy senki nem veszett el azok közül, akiket nekem adtál. Tehát az egyik, hogy elvégeztem a munkát. És tényleg azt mondta a kereszten, hogy elvégeztetett. Vége van. A világ megváltása megtörtént. Az emberek bűneinek meglettek bocsátva. Az Isten eltörölte az ellenünk szóló kézírást. Az Isten véget vetett a törvény megtarthatatlan korának, és behozta a kegyelemnek a korát. És ez ott a kereszten elhangzott, hogy el van végezve, finish, be van fejezve, a munka el lett végezve. És azt mondja a másik dolog, hogy pedig akiket nekem adtál, azok közül senki nem veszett el. Egyetlen egy valakit emel ki, és pontosan azért, hogy egészen pontos legyen, azt mondja, a veszedelem fia, de az is azért veszett el, hogy az írás beteljesüljön. Mert meg volt írva, hogy ennek így kell lennie. De egyébként Jézus megtartotta azokat, akik az övéi. És Jézus ma is megtartja azokat, akik az övéi. És ismeri az Úr az övéi. És tudja, hogy kik az övéi, és ugye azért is mondják, 1600 körül lett ez talán így először főpap imává nyilvánítva ez az ima, mert ma is hű főpap az Istennek a jobbján. És betekintést nyerhetünk abba, hogy hogyan jár közbe érted az Úr, és én értem. És hogyan tart meg bennünket az Isten, hogy egy se vesszen el azok közül, akiket nekem adtál. És mindegyikünket megtartotta az Úr. A Szent Szellem végzi ezt a munkát. És ma is a Szent Szellem pontosan ugyanezt teszi. És az egész üzenetemben szeretném bebizonyítani nektek, hogy minden Jézus körül forog, de ezt egyedül és kizárólag a Szent Szellem tudja velünk megértetni. Tehát a Szent Szellem dicsőíti ma Jézust, a Szent Szellem kijelenti az Istennek az igéjét, és a Szent Szellem az örök életnek az áloga bennünk. Mind a három, amiről itt most szó volt. Tehát ő az, aki Jézust úrrá teszi az életünkben, ő az, aki fölemeli az Urat a te életedben is. Ha rajtad és rajtam múlna, akkor mi elcsüggednénk, elfáradnánk, és nem is tudnánk ezt megtenni. De a Szent Szellem bennünk folyamatosan az Isten dicsőségét munkálja ki, és az Istennek adja a dicsőséget. A Szent Szellem nélkül nem értenénk az Istennek az igéjét. Bármennyire is, nagyon sok okos ember van, én is sok kommentárt szeretek olvasni, mielőtt prédikálok is, meg egyébként is. És annyira érezni lehet, amikor ott van egy isteni kijelentés,
Vagy ott van egy emberi bölcsesség, és kell az emberi bölcsesség, nagyon kell, sőt, a megismert igazság ugye tesz szabaddá. De az emberi bölcsesség nem helyettesíti a Szent Szellemnek a kijelentését. És mi a Szent Szellem kijelentése által értettük meg, hogy mit jelent az Istennek a beszéd, az Isten igé, és ezáltal tértünk meg, ezáltal változunk meg, és ezért a Szent Szellem az, aki kifejti és megmagyarázza nekünk az Istennek az igéjét. Az pedig, hogy örök életünk van, ez megint a Biblia ezt mondja, hogy a Szent Szellem a záloga a mi örökségünknek, hogy az Isten fiai vagyunk. Tehát egyszerűen nincs más, ha a Szent Szellem benned van, akkor benned van egy pecsét az Istentől. Le vagy pecsételve a megígért Szent Szellemmel, le vagy pecsételve, mint egy zálog, és ezen a pecséten az van, hogy Isten számára fenntartva örökre. Ez az Istennek a pecsétje rajta. És ez a Szent Szellem benned. És a Szent Szellem téged soha nem a bűnre, hanem mindig az igazságra, mindig a szeretetre, mindig az Isten keresésére, az Isten dicsőségére vezet. Az a Szent Szellem, aki benned van, az nem fog paráznáságra indítani téged. Az a Szent Szellem, aki benned van, az nem fog téged a bűnre vinni. Ha mégis elkövettél bűnt, akkor tudjad, ha benned van a Szent Szellem, akkor korrigálni fog, segíteni fog, hogy hagyd ott a bűnt, hagyd ott a moslékos vájudat, hagyd ott az istentelenségedet, hagyd ott a lázadásodat az Isten és a dolgok ellen, és gyere és térjél meg, és ez a Szent Szellem munkája benned és én bennem. És ő mindig ezt munkálja. Mert mindig az enyémből vesz, és engem dicsőít. Ezt mondta Jézus. Az enyémből vesz. Abból vesz, amit munkát elvégzett Jézus. Nincs más központi téma az egész világ mindenségben, mint a kereszt. És a keresztnek a munkája. És az a kereszt munkája, aminek a gyümölcse lett aztán a feltámadás és a mennybe menetel. És ott dőlt el minden. Ott eldőlt az egész világnak a sorsa, minden embernek a sorsa, és ez egy óriási nagy dolog. És az, hogy miért imádkozik Jézus azért, hogy azzal a dicsőséggel, ami volt előtte, az hadd legyen újra az enyém, abból most én nem akarok belemenni, csak annyi gondolatot, ébresztőt szeretnék, hogy Jézus Istenként hagyta ott a mennyet, és emberként tért vissza a mennybe. Aki persze ez az ember Isten volt. De egy isteni szellemi személy jött le, és itt fölvett egy emberi testet, és ezzel az emberi testtel ment vissza, és azt mondta, hogy ennek az emberi testnek is add meg azt a dicsőséget, ami te nálad volt, mielőtt eljöttem. És ez egy óriási nagy horderejű kijelentés, és ennek a megértése egy külön fejezet, amiben most én nem szeretnék belemenni. A következő, akikért imádkozik Jézus, az a tanítványok. És a tanítványok, azok a tanítványok, akik látták az ő dicsőségét. Hogy látták a tanítványok az ő dicsőségét? Kétféle módon is látták. Egyrészt látták a megdicsőülés hegyén. Ott ugyan hárman voltak csak, de meglátták azt, amikor Jézus arca elváltozik, és amikor szól a mennyei atya, megjelenik Mózes és Illés, és egyszerűen részeseivé váltak annak a epifániának, megjelenésnek, amikor megjelent az Istennek a nyilvánvaló dicsősége ott azon a helyen. És ez a dicsőség, ez lenyűgözte őket. Olyannyira, hogy nem akartak elmenni, de el kellett menni. És meglátták az Istennek a dicsőségét egy teljesen más formációban, amikor ott volt a kereszten. Az is az Istennek a dicsősége volt. Az volt talán az Istennek az igazán nagy meglátogatása. Három dolgot mond a tanítványokkal kapcsolatosan. Az első, hogy elmegyek, de ők itt maradnak. Ez a féltő szeretet. Ezt úgy is mondanánk, hogy amikor szeretünk valakit, és igazán szeretünk, akkor azt féltjük, azt óvjuk. Azért mindent megteszünk, hogy ne sérüljön, ne legyen baja. És azt olvassuk, hogy Jézus szerette az övéit. Mindennél jobban szerette. Figyeltek, szerette őket, mindennél jobban szerette őket. Elképesztő, felfoghatatlan nagy dolog ez.
És amikor elmegy Jézus, akkor azt mondja, hogy atyám, én elmegyek, de ők itt maradnak. És ezért tartsd meg őket. Tartsd meg őket. Ő magáról azt mondja, hogy én megtartottam őket, elvégeztem a munkát, megőriztem őket, most elmegyek a világból, és most te tartsd meg őket. Most a te jóságod, a te szereteted tartsa meg őket. És megtartotta. Megtartotta őket. A legnehezebb kísértések és legnehezebb próbák között is megtartotta őket az Isten. Akkor is megtartotta őket, amikor mártír halált haltak. Jakab nagyon hamar. István. És talán a leírások szerint mind a 11 Pált is most már beleszámítva. Egyedül talán János az, aki nem mártír halállal halt meg, noha őt is megpróbálták megfőzni, és megégetni, és megenni, és mindenfélét csinálni vele. Mindegy. Megtartotta őket az Isten. Ez Jézus kérése volt az atyához. Hallod? Jézus kérte az atyát, hogy tartsd meg őket. És amikor Jézus kéri az atyát, hogy tartsd meg őket, akkor az atya meg fogja tartani. És megtartotta, és bevált az ígéret. Miért kellett ezért imádkozni Jézusnak? Azért, mert egy ellenséges közegben élünk. Egy ellenséges közegben élünk, ahol nem mindegy, hogy hogy vagy. És az Isten igéje azt mondja, hogy a világ az egy olyan közeg, ami a gonoszságban vesztegel. És a világról azt mondja a Biblia, hogy, vagyis a tanítványokról, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem őrizd meg őket a gonosztól. A világ le van győzve. Ezt előtte egy verssel mondja Jézus, azt mondja a 16. résznek, a 33. versében, e világon nyomorúságtok lesz, de bízzatok, én, itt Károli azt mondja, meggyőztem, én legyőztem a világot. A világ le van győzve. A világban lévő ellenség még nincs úgy legyőzve, ő is le van győzve. Abszolút le van győzve, de ő ugye szerte jár, és keresi azt, hogy kit veszítsen el, és kit ragadjon el. Győztes vagy. Győztes pozícióból mehetsz, ahogy az előbb is említettem. A győzelmet nem te vívtad ki. A győzelmet az vívta ki, aki egyedül képes volt arra, hogy legyőzze a világot, és legyőzze a mi ellenségünket, az ördögöt. És ez egy hit. Az egy hit, hogy az a közeg, amiben te élsz, az a közeg le van győzve Isten által, és Isten igéje által. És Jézus megváltása által. Tehát nem a világgal van a baj, hanem azzal van a baj, aki a világban munkálkodik, a világnak a fejedelme, a gonosszal van nekünk tusakodásunk. És világosan beszél erről a Biblia több helyen is. Jézus azt mondja, hogy a János 3.16-ban úgy szerette Isten a kozmoszt, kozmosz szó van, a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. És utána a Róma 8.19.22-ben, nézzük meg ezt az igét is, itt a Károli a világ kifejezésre, az egy teremtésről van szó. A Róma 8.19.22-ben azt mondja, most a teremtett világ sóvárogva várja az Isten fiainak a megjelenését. Mert a teremtett világ, vagy a teremtés, hiába valóság alá vettetett. Nem önként, hanem azért, aki az alá vetette azt. Azzal a reménységgel, hogy maga a teremtés is, a teremtett világ is megszabadul a rothadandóság rabságából, az Isten fiai dicsőségének a szabadságán. Mert tudjuk, hogy az egész teremtés, az egész teremtett világ egyetemben fohászkodik, és nyög mindez ideig. Nem csak ők, hanem mi magunk is, a szellemnek, a zsengének, a birtokosa is, mi magunk is fohászkodunk magunkban, várván a fiúságot, a mi testünknek a megváltását. Mert reménységben tartatunk meg, a reménység pedig, ha nem láttatik, nem reménység, mert amit lát valaki, miért reményli is azt.
Tehát mit mond a világról, a teremtésről, hogy az egész teremtés nyög, vajúdik és várja az Isten fiainak, vagyis neked a megjelenésedet. És itt a krízis szó van, nem a kozmosz szó, a teremtésről beszél. Viszont ha megnézzük az 1 János 2.2-t, akkor pedig ott azt látjuk, és ott a kozmosz kifejezés van, a világról van szó, és nagyon sok helyen is, majd még egy igét szeretnék mutatni. Azt mondja, hogy és ő engesztelő áldozat a mi vétkeinkért, de nem csak a miénkért, hanem az egész kozmoszért is. Az egész világért. Jézus engesztelő áldozata 2000 évvel kifolyt. Megtörtént a világ megváltása. A világ ma meg van váltva a gonosznak az uralma és a hatalma alól. És mégis a gonosz, aki mindig is hazudott, és tolvaj volt, és gyilkos volt, és az igazság ellensége volt, azt akarja bebizonyítani, hogy ez nincs így. És azzal akarja bebizonyítani, hogy nézz rá a világra, és nézz rá magadra, és ha ezt magadra nézel, és elhiszed magadról azt, amit az ördög vagy a világ mond, akkor úgy néz ki, hogy a megváltás tényleg nem történt meg. De szeretném kihirdetni ma nektek az Isten igéje teljes tekintélyével és súlyával, hogy Jézus Krisztus az egész világért, minden emberért, és nem csak az emberekért, hanem az egész teremtett világért, az egész teremtésért, mindenért, ami az ő kezének a munkája volt, nem engedte, nem csak azt nem engedte, hogy az embert tönkretegye az ellenség. Azt sem engedi, hogy az embernek a lakóhelyét tönkretegye. És persze az ember hangsúlyosabb és fontosabb volt, mint a lakóhely. De az ember lakóhelyét is, mivel Isten teremtette, a megváltás még erre is vonatkozik. Tovább megyek, nem csak erre, a mennyre is vonatkozik. A mennyet is megváltotta Jézus. A mennynek is szüksége volt a bárányra és a bárány vérére. A mennybe is várták azt a pillanatot, amikor Jézus bemegy az ő vérével. És kihirdeti, lent is kihirdette, hogy a Tamás mondta, proklamál, lent is az alvilágban is, és fönt a dicsőségben is. És akkor az ott már az atya volt az, aki bizonyságot tett a fiúra, és azt mondta, hogy ő neki adatik minden hatalom a mennyen, a földön és a föld alatt. Kinek? Ő neki, a fiúnak, a Jézusnak, a győztes báránynak. Ő neki adatik minden hatalom mennyen, a földön és a föld alatt, vagyis mindenütt az egész univerzumban, a látható és láthatatlan világban egyaránt. Meg vagy váltva, a dolog el van végezve. Minden, ami ezután jön, a te hited és a te döntésed. Elfogadod, vagy elutasítod. Élsz vele, vagy nem élsz vele. A mennyegző kész. A lakodalom el van készülve. A munka el van végezve. Oda kell menned, és enned kell. De én nem mehetek oda helyetted. És te nem mehetsz oda a másik helyett. A személyes hitedre van szükség arra, hogy mindaz, ami el van végezve a számodra, az belépjen az életedbe, és valóság legyen. Mert ott van, a tiéd. Amikor azt imádkozunk, Uram, add ezt, add azt, azt mondja az atya, mindent neked adtam. Jézusban minden a tiéd. Nem tud többet adni, mint amit már neked adott. Persze imádkozzunk ezért, de a tiéd. És sokkal inkább azt gondolom, hogy ahogy a 10 kém, lépj be! Abba az örökségbe, ami a tiéd. És egy parázna Ráháb jobban hitt az Isten ígéretében, mint a 10 fő ember az Izrael fiai közül. És az a nő még akkor kurva volt, bocsánat. De azt mondta, hogy amikor az Isten szólt, hogy ez így lesz, akkor tudtam, hogy ez így lesz. És ezzel nem azt mondom, hogy kurvának kell lenni, hanem azt mondom, hogy mint hívő, higgy az Istennek az igéjébe. Ha a kurvák hisznek, akkor te még inkább higgyél. És ha te főember vagy, és főembernek gondolod magad, akkor sokkal inkább higgyél. Mert a kurvák, és a paráznák, és a házasságtörők, és a vámszedők, és a gyilkosok megelőznek benneteket Isten országába, mondta Jézus, azoknak, akik azt mondták, hogy majd meglátjuk. Áj, nem tudjuk. Gyanús ez a kegyelem. Gyanús ez a nagy szeretet. Mi lesz ebből? Hú,
Mindenki szeretni fogja egymást. Mi lesz ebből? Ez nem lesz jó. De jó lesz. Most mondom nektek. Csak ez lesz jó. Bocsánat ezért a... Nem, csak a kifejezés. Jó. Írjátok ki. Úgyis már mindenkint van a Facebookon. Tehát a gonosz, a világ fejedelme is le lett győzve. És ezért, amikor azt mondja Jézus, hogy őrizd meg őket a gonosztól, akkor azt kéri az atyától, ami evidens volt, amire szükségük volt a tanítványoknak. A Jakab 4.7-ben és az 1 Péter levélben olvassuk azt, hogy az ördög a szerte jár, és keresi, hogy kit vesszen el. És kibe tud bele marni. És ezért azt mondja a Jakab, hogy álljatok ellene az ördögnek, és akkor el fog futni tőletek. Vagy a Kolossé levélben tudjuk, hogy lefegyverezte. Le van győzve, el van véve a fegyvere, fegyvertelen, egyetlen egy dolog marad benne, nem kicsi, a nagyokat szóló száj. Amivel megpróbálja elhitetni az embert. Találkoztam egy emberrel. Múlt héten vagy előtte, nem tudom. Egy közlekedés konfliktus kapcsán. Semmi közöm. Ne. Semmi közöm nem volt hozzá. Segítségül hívtak engem, hogy menjek segíteni. Az egyik lányom volt, akkor most elmondom nektek. Mert történt egy koccanás, és ez a pasas ordít. Ilyen egybenyakú, kopasz, BMW-s, kiugrott, és ordít, és megrémült. És jó, akkor elmentem, hogy segítek neki. És így volt. Ennek a csávónak nem volt igaza. Kinyitotta az ajtót, és nem, mindegy. Nem volt igaza. De ahogy kiszállt, ahogy föllépett, ahogy ő le akarta tarolni a másikat, az egy megfélemlítő dolog volt. És akkor odaértem, ordított velem, ordított a rendőrökkel, mindenkivel ordított. De nagyon hamar, tényleg őszintén mondom, hogy nagyon hamar megfordult ez az ember. És beteljesült, most nem én miattam, szeretném valahogy mégis elvonatkozni, beteljesült az, hogy a szelíd beszéd megtöri a csontokat. És volt egy közös ismerősünk, aki azt mondta, oda megy a kocsijával is ledózerolja ezt a BMW-t. Mondtam, nem kell ezt csinálni. Ugye van egy ilyen megoldás is. Oda megyünk az uvazzan, és ledózeroljuk. És van egy olyan megoldás is, hogy oda megy, mész, és azt mondod, hogy nyugodj le. És beszéljük meg. És értsd meg. És akkor elkezdtem, hogy igen, tudom, én is hibás vagyok, de ő is hibás. De... És elkezdett az ember, és fél órát voltunk ott. Meg tudtunk egyezni, és az ember úgy ment el, hogy megpuszilta a Szilvit. És a két gyereknek vett két ajándékot a benzinkúton. Igazi roma csávó volt. Sluszba én a végére. Értitek? És odaadtam a névkártyámat, hogy hívjál föl, hogyha bármire szükséged van. És azt mondta, hogy biztos lehetsz benne, hogy föl foglak hívni. Egyszerűen ott van benned az Úr. És amikor jön ez az öblös, nagypofájú ördög, és azt akarja elhitetni veled, hogy te senki nem vagy, hogy te gonosz vagy, te rosszat csináltál, te izé, és ez mind igaz. Az az igazság, hogy ez mind igaz lehet. De akkor is Isten gyermeke vagy. És ha nem hiszed el az ő öblös dumáját, hanem hitben állsz, akkor meg kell értsed, és meg kell értsük, hogy győztesek vagyunk. És valami olyan csatában vagyunk győztesek, ami már
csata már eldőlt. Már indulásokor eldőlt. Az ígéret földje már akkor az övéké volt, amikor még a közelébe nem mentek, amikor még Egyiptomba raboskodtak. De amikor odaértek, akkor be kellett menni. Be kellett masírozni, és leomlottak Jerikó falai, és eltűntek az ellenségek. És ahogy mondja az ige, hogy nézed a helyét, és nincsen ott. És a szelidek öröklik a földet. Arra is majd kitérünk, Strasbourgra is. És most érkezek egy nagyon fontos részhez, ami a tanítványokkal kapcsolatosan, a 17. és különösen a 19. vers. És szeretném megértetni ezt is veletek, hogy azt mondja itt Jézus, és én őérettük oda szentelem magamat, hogy ők is megszenteltek ki legyenek az igazságban. Körülményes vers és nehezen érthető. De nagyon fontos, hogy hogyan leszünk mi szentek. És tudjátok, a csia fordítást is, akár az új fordítást is megnézve, a következő ennek a versnek, így hangzik ez a vers, hogy az én szentségem, vagyis azt mondja, hogy én megszenteltem őket, az én szentségem az ő szentségük. És ez az igazság. Elmondom még egyszer. Az én szentségem az ő szentségük. És ez az igazság. Az én szentségemet nekik adom, ezzel szenté válnak, és ez az igazság. Az én szentségem az nem magamtól van. Én nem tudok szent lenni. Én elismerem. Nehéz kérdés ez. Törekszem rá, higgyétek el. Higgyétek el, törekszem rá. De nem tudom elérni. Nekem szükségem volt az ő szentségére. És az ő szentsége, az én szentségem, és ha ez az igazság, ez csodálatos. Ugyanis a kegyelem egy kicsit valahol mindig igazságtalan. És a szentség nélkül, a kegyelem szentség nélkül pedig elérhetetlen. Tehát a kegyelem kicsit igazságtalan, vagy nagyon, vagy emberi oldalról nézve abszolút igazságtalan, viszont a szentség az, ha nincs kegyelem, akkor nincs. Ez az igaz. És ez az igaz. Mind a három dolgot a Szent Szellem végezte el a tanítványokban. Tehát a vigasztalónak az eljövetelével azt mondja Jézus, hogy ő veletek marad minden napon a világ végezetéig. Nem hagylak titeket árván, hanem elküldöm a vigasztalót. Ez az egyik. A második, hogy a Szent Szellem győzi meg a világot, bűn és igazság és ítélet tekintetében, vagyis az, hogy a világ fejedelme megítéltetett, mondja a János 15:11-ben. Közeleg a világ fejedelme, mondja Jézus, de bennem nincs semmi. Közeleg hozzád is a világ fejedelme. Ha Krisztusban vagy, akkor, és nem is tudod úgy elmondani, mert nem tudjuk úgy elmondani, mint ahogy Jézus, hogy bennem nincs semmi. De aki bennem van, az nagyobb, mint ő. És aki bennem van, az le fogja győzni bennem őt, mert már legyőzte a kereszten egyszer őt 2000 évvel ezelőtt. És ez vonatkozik a betegségre, a bűnre, az átokra, a szegénységre és mindenre. És ez vonatkozik arra, hogy az a Szent Szellem, aki benned van, ő el fogja végezni benned, mert ő Isten. És ahogy Jézus elvégezte a munkát, a Szent Szellem is el fogja végezni az Istentől kijelölt feladatát és munkáját. És egyszer meg fogjuk látni, amikor ott fogunk állni, hogy azt fogja mondani a Szent Szellem, hogy Atyám, és Jézus, a munkát elvégeztem, itt van a mennyasszony. Itt van a dicsőséges, megdicsőült mennyasszony. És vedd át, tiéd, és elkészítettem neked. És a harmadik dolog, hogy a Szent Szellem a szentségnek a szelleme, mondja a Róma levélben a Biblia, hogy feltámasztott Jézus a szentség szelleme által. Tehát a szenté lételünket is a Szent Szellem végzi. Tehát ahogy Jézusban, és ahogy a Jézus imádkozott a tanítványokért, úgy te benned és én bennem is. És akkor elérkezünk, és bocsánat, de nem akarnám kihagyni, ami ezután következik, mert ez a csúcs. Mert rendben van, hogy Jézus elvégezte a munkát, mindnyájan tudjuk, hogy ő ilyen volt, jó fiú volt. Engedelmes fiú volt.
Az, hogy a tanítványok megtették, látjuk az abcselből, látjuk a Bibliából. Na de hol vagyok én? Hol vagy te? És itt a lényeg, és itt a főpapimának a lényege, a harmadik szakasz, hogy így mondjam. Amikor azt mondja, és egy hatalmas kijelentéssel köti át ezt is, hogy azt mondja a 20. versbe, hogy nem csak őértük könyörgök, hanem azokért, akik az ő beszédükre hisznek majd én bennem. Na most figyeljetek ide. Mindenki a tanítványok beszédére hisz Jézusban. Nincs olyan, előfordulhat, de hallanod kell, és valamilyen formában eljuttatja az Isten az ő beszédét hozzád egy tanítványon, egy Isten hívőn keresztül. És ezért a hit az a hívőknek a bizonságtételéből jön az életünkbe. És ezért nagyon-nagyon fontos, hogy tégy bizonságot a benned lévő igazságról. Nem kell görcsölnöd, nem kell sokat mondanod, nem kell győzködnöd senkit, mert az nem a te feladatod. A te feladatod az, hogy tégy bizonyságot az igazságról. Mert azt mondja, hogy akik a te beszédedre, akik az ő beszédükre hinni fognak majd én bennem. Tehát hogyan jutunk hitre? Hogy hallgatjuk valakinek a beszédét, bizonyságtételét az igazságról. Az Isten igéjéről. És én nem tudom megnyitni senkinek a szívét. De az Isten meg tudja nyitni. És amikor az Isten megnyitja, akkor pedig ő már sinen van, hogy így mondja. És olyan kegyelem volt, egy nagyon kedves barátom kért meg, hogy imádkozzak az ő testvérének az apukájáért, féltestvérének az apukájáért. És egy nagyon kedves ember, idős zsidó ember, aki leélte az egész életét, sodródott háború, utáni időszak, stb. És elmentem hozzá, és óriási kiváltság, hogy beszélhettem neki Jézusról. Tényleg, őszintén mondom. Megrendített engem az, hogy az, ami nekem természetes, az neki milyen nehéz. Milyen nehéz Jézus nevét kimondani. Mi olyan természetesnek vesszük. Mi azt gondoljuk, hogy igen, hát kimondj. Tudjátok, amikor kimondod, a világ legnagyobb dolgát mondott ki, ami létezik. És nekünk ez természetes, mert szerető családba tartozunk, és ez az Isten családja. És nagyon jó. De amikor szembesülsz az, hogy egy emberrel milyen nehéz ezt kimondani. De amikor aztán látod, hogy amikor kimondja, akkor micsoda változás van az élet. Ott, abban a szempillanatban. Akkor meg ez ennél nincs fontosabb. Amikor átsegítesz egy embert az örökké valóság. A halálból az életbe. Nem azért mondom. Csak én nem vagyok egy evangélista típus. Mindjárt tudjuk. Tudjátok. De kész vagyok mindig megfelelni a bennem lelő reménységről. És amikor ezt teszed és tesszük, akkor tényleg úgy van, Feri, talán te használtad azt, hogy amikor egy örvény szélén ott állsz, és látod, hogy viszi le az örvény az embereket, és nem nyújtod ki a kezedet. Ne tedd, nyújts ki a kezed. Lehet, hogy kicsúszik. Lehet, hogy nem tudod megragadni. Lehet, hogy nem tudod partra húzni, de nyújts ki a kezed. Adj egy esélyt, hogy ne vigye le az örvény a pokolba. És óriási dolog volt azt átélni, hogy egy beteg, halálos ágyán lévő ember halkan, szinte suttogva megvallja Jézust Urának. És tudod, hogy eltékozolt egy életet, és ő maga mondta, a legjobban ezt sajnálja. Eltékozoltam egy egész életet. És itt vagyok 73 évesen, és tudom, hogy elrontottam. De azt is tudom, hogy most az Isten megbocsájtott nekem. Kész, ennyi. Tehát átköti az Isten, és azt mondja, hogy akik az ő beszédükre fognak hinni. És te vagy az a beszéd, akire az emberek hinni fognak, és elfogadják Jézust. Három dolgot mond az ő velük kapcsolatban, az ő benne hívőkről. És most szeretném elmondani nektek azt, hogy súlyos dolgok hangoznak itt el, nem én miattam, az Isten igéje miatt. Ha én nem lennék
nem hinném azt, hogy ez Jézus imája, akkor azt mondanám, hogy képtelenség. Három dolog, az egység, amiről beszél, hogy legyenek egyek. A második dolog az, hogy a dicsőség, és a harmadik a szeretet. Egység, dicsőség, szeretet, kiemelem most. Több dolgot is mond. Örömről, sok mindenről beszél. Egység, dicsőség, és a szeretet. És mind a háromról azt állítja Jézus, hogy ami az enyém és a tiéd, azt adjuk nekik. Az legyen az övéké. Az éljék át, hogy mit jelent az. A mi egységünk. Mit jelent az a dicsőség, amit te nekem adtál, és én nekik adom. És mi az a szeretet, amivel engem szerettél, hogy őket ugyanazzal a szeretettel szereted. Az nem kérdés, hogy Jézus és az Atya egy. Ehhez nem folyja kétség. Jézus mindig azt tette, ami az Atya előtt kedves volt. De az, hogy én, hogy engem bevesz ebbe a csapatba, az, hogy én részese lehetek ennek az egységnek. És azt mondja Jézus, azt mondja, hogy tökéletesen egyé legyenek, ahogy te én velem, és én te veled. Tökéletesen. Nem részlegesen, nem foltokban, nem egy-egy területén az életüknek, hanem tökéletesen egyé legyenek, ugyanúgy, ahogy én te veled, és te én velem. És mi az az egység? Mi az az egység? Mi az az elképesztő egység, ami Jézus és az Atyát összeköti, és amiben bevesz bennünket Jézus, és amiért imádkozik, hogy ez az övék legyen, azt kérem. Kérem tőled, Atyám, hogy az az egység, ami köztünk van, hagyd legyen az övéki. Jézus imáját meghallgatja az Atya, ugye ebből indultunk ki. Mi ez? Szerintem egyetlen egy dolog van, amit itt ki lehet emelni, és ami nagyon-nagyon fontos. Ez a mi egységünk, az egész Krisztus testében az az, hogy elismerjük, hogy Jézus Krisztus az Úr. Elismerjük, hogy Jézus Krisztus a fej. Az összes többi, az már nagyon kétséges. Kétséges, nem egységes. Az Efézus 4-ben olvassunk erről az egységről. Én gyorsan csak röviden szeretném ezt megmutatni nektek, mert nagyon-nagyon fontos. Azt mondja a Pál az Efézus 4-ben. Igyekezzetek, mondja a harmadik vers, megtartani a szellem egységét a békesség kötelékében. Igyekezzetek megtartani. Mit jelent ez, hogy igyekez megtartani? Az, hogy a tiéd. Nem azt mondja, hogy igyekez megnyerni, vagy érd el, vagy csinálj érte bármit, úgyse tudsz, hanem tartsd meg. Én ezt odaadom neked. Jézus főpap imájába kérte, Atyám, add meg nekik ezt. És az Atya megadta. Ez ott van. Ugyanúgy, ahogy a győzelem. Mi egyek vagyunk. Krisztusban. És ezt hozzá kell tenni. Hogy a mi egységünk Krisztusban valósul meg. Krisztuson kívül nem vagyunk egyek. De Krisztusban igen. És aki a Krisztus, azé az élet. És akiben megvan a Krisztus, az Isten fia, abban megvan az élet, abban megvan az egység. És utána felsorol itt még 7 dolgot, amihez tartozik, az egy szellemet, az egy hitet, az egy keresztséget, az egy atyát, az egy mindegyikünknek az atya, az egy szellemet. Tehát van egy, ebben aztán ebben az egységben van többféle egység megnyilvánulása, de egy van egy alap, ami mindennek az alapja, hogy Jézus Krisztus az Úr, az Istennek a fia. És ez mindennek alapja. Én emlékszem, amikor az első felvonulást Jézusért tettük. 2000-ben, körülbelül valahogy 99-ben talán, vagy 2000-ben. És ott azt mondták a szervezők, hogy egyetlen egy rendező jelve van ennek a felvonulásnak, hogy Jézusért vonulunk. És mindnyájan azt mondtuk, hogy ez már egy jó alap. És azóta se volt olyan jó rendezvény szerintem, mint ami az akkor volt. És miért volt az? Mert le tudtuk, félre tudtuk tolni, félre tudtuk tenni a különbözőségeinket. Le tudtunk mondani a különbözőségeinkről, de nem kell lemondani. Tudjátok, az a gyönyörű, és ide tartozik, hogy hogyan egy az egyház. Azt mondja a Korintusi levélben,
És ez nagyon fontos ige, és ez a következő ige, amit meg akarok mutatni nektek, az 1 Korintus 12-ben, hogy azt mondja, hogy egy test van. Ugye egyrészt senki sem mondhatja Úrnak Jézus, csak a Szent Szellem által, amiről beszéltem, tehát ez az egy. És utána azt mondja, hogy a 9. vers. Nem. Bocsánat, mindjárt megnézem. 1 Korintus 12, 13. Azt mondja, hogy mert bizony, egy szellem által mi mindnyájan egy testé kereszteltettünk meg. Akár zsidók, akár görögök, akár szolgák, akár szabadok, és mindnyájan egy szellemmel itattattunk meg. Tehát lebontja a faji különbséget, lebontja a származásbeli különbséget, lebontja a nemi különbséget, lebont minden különbséget, és azt mondja, hogy aki Krisztusban van, és akiben Krisztus van, azok egyek, egy testnek a tagjai. És nem én találom ki, itt van az igében. Viszont az egy testben van egy sokszínűség. Erről szólnak a következő verse, hogy ez egy test, amelyben van kar, kéz, láb, mindegyik a maga funkcióját végzi. És így te is a magad funkcióját végzed, de az egy testnek vagy a tagja. És egy szellemmel itattál meg. És egy úrunk van, a názáreti Jézus Krisztus. És ez egyé tesz bennünket. Ez már, és mindig is ez volt az egységnek az alapja. Akarta az atya, hogy semmi más ne legyen az egység alapja, mint az ő fia, a názáreti Jézus Krisztus. És hisz a fiúban, és te is hiszel a fiúban, akkor mi egyek vagyunk. De másképp gondolkozunk, akkor is egyek vagyunk. A feleségemmel is másképp gondolkozunk sok dolog felől, és mégis egy vagyok ővel. Elválaszthatatlanul, mert hittem, és összekötöttem az életem bele egy szövetségbe. És ezért egy vagyok ővel. Értitek? És lehetünk mi egy gyülekezetnek tagjai, és nem egységben, hanem hinnénk, hogy Jézus Krisztus az Isten fia. És lehetsz bárki a világon, bármilyen felekezethez tartozó, ha hiszi, hogy Jézus Krisztus az Isten fia, és a Krisztus ő benne van, akkor én ővele egy vagyok. Én fölvállalom azt, hogy én ővele egy vagyok, ő Krisztusi, és én is az övé. Ezért imádkozott Jézus, hogy egyek legyenek, hogy megéljék, átéljék a testnek ezt a fajta egységét. És ez az egység, még egyszer hangsúlyozom, ez olyan, mint az atyának és a fiúnak az egysége. És az atya számára sem létezett más, mint Jézus. Ő azt mondta, ez ő az én szerelmes fiam, akiben én gyönyörködöm. És az atya számára minden alárendelődött annak, hogy szerette a fiút, de egy valakit jobban szeretett a fiúnál. Téged és engem. Mert ha minket nem szeretett volna jobban a fiánál, akkor nem engedte volna, hogy a fia meghaljon értünk. És szerette a fiút, és a fiú is tudta ezt, hogy ő mindennél jobban szereti az atya. Nem volt olyan teremtett lény, csak az ember volt az, aki Isten jósága, nem tudok más mondani, és az Isten szeretete miatt. Tehát ez az egység. A másik a dicsőség. Hú, dicsőség. Az Isten dicsőségéről van szó, nem kisebbről. És azt mondja a dicsőségről, hogy az én dicsőségemet, figyelj, amit nekem adtál, azt ő nekik adta. Dicsőséges az Úr Jézus Krisztus. Mindennél inkább. Mindenek fölött és mindennél jobban. És azt mondja az ige, hogy azt a dicsőséget, nem kisebbet, nem másikat, hanem azt a dicsőséget, amit nekem adtál, azt én továbbadtam nekik. Ezt egyszerűen oda ajándékoztam nekik. És miért? Hogy egyek legyenek. És megismerje a világ, hogy te küldtél engem. Amikor te megjelensz, mint Isten gyermeke, mint Isten fia, erről is mennyit beszéltünk ebbe a világba, ezt sóvárogja a világ. A világ nem tudja. A világ lehet, hogy elutasít téged. De amikor te megjelensz Isten fiaként, akkor az Istennek a rajtad lévő dicsősége, az megjelenik te veled együtt.
Mózesnek le kellett takarni az arcát, egy leplet tettek rá, mert nem bírták elhordozni az Izrael fiai azt a dicsőséget. És Mózesen ott volt, azt mondja, ott szó szerint olvasok, hogy sugárzott, fény lett az arca az Isten dicsőségében. Ott volt rajta az Isten, és mindenki nyilvánvalóan látta. Most nem minden esetben az arcunkon van ez a dicsőség, de a szellemünkből ez a dicsőség éri el az embereket. És tudod, mit mondok? Amikor ez a dicsőség eléri őket, akkor azok az emberek megfogják, át fogják élni azt, hogy van Isten. És én magam is így tértem meg, és így éltem át. És azt mondja a Korintusi levél, hogy mi fedetlen arccal szemléljük, de nem jó a károli kifejezés, hanem azt mondja, hogy mi fedetlen arccal tükrözzük vissza az Istennek a dicsőségét. És elváltozunk dicsőségről dicsőségre, mint egy, mi által, ki által? Az Úr szellemétől. Tehát hogyan változol el dicsőségről dicsőségre? Megint az Isten szelleme. Az Isten szellem, aki egyé tesz. Az Isten szellem, aki megjeleníti az Istennek a dicsőségét rajtunk. És azt mondja, hogy mi visszatükrözzük. Tudod, ki vagy te, aki Jézusnak a dicsősége rád esik, mint egy tükörre, és te ezt odatolod az emberek elé. Nem a tiéd a dicsőség. Te vagy a tükör. De tükör vagy. És rajtad van az Istennek a dicsősége. Sőt, tovább megyek, neked adta az Isten. Nem csak tükör vagy. Ez a lényeddé válik. És ezért, amikor ezek az Isten emberei megjelentek, akkor megjelent velük az Isten dicsősége, ahogy Mózesnek. Azt mondja, mi már nem úgy vagyunk, hogy le kell takarni az arcunkat, mi már nem úgy vagyunk, hogy részleges rajtunk az Isten dicsősége, amit nem tudnak az emberek elhordozni. Hanem te hordozod az Isten dicsőséget, és amikor kimész innen és találkozol ezekkel az emberekkel, akik talán őszintén, talán számításból, talán bármiért tévelyegnek, akkor nem kell őket lehúrognod. Nem kell ellenségesnek lenni feléjük. Mutasd be az Isten dicsőségét, ami ott van az arcodon, és ott van a szívedbe, és ott van az életedbe, és szeresd őket. Talán úgy, ahogy vannak. És amúgy így szereted őket, azt fogják mondani neked, hogy jé, hát ezt még senki nem mondta. Beszéltem egy emberrel, és mondtam neki, Jézus úgy szeret téged, ahogy vagy, hidd el. Azt mondta, ezt neki még soha senki nem mondta. És akkor rádöbbentem, hogy valahol mi eltévesztettük. Mert Isten szerette a világot úgy, ahogy volt. És az a szeretet hoz ki bennünket a világból. Persze nem, most nem a bűnt, nem szeret, stb. Nem fogok ebbe belemenni, most csak ezt akartam. És a harmadik az imának a csúcsa, és ezzel befejezem, és köszönöm a türelmeteket. Szeretted őket, amiként engem szerettél. És ez nálam kicsapja a biztosítékot. Nincs ennél nagyobb szeretet. És azt mondja Jézus, hogy úgy szeretted őket, ahogy engem szerettél. Nincs megkülönböztetés. Nincs hátrányos megkülönböztetés. Egyszerűen, ahogy az Atya szereti Jézust, ő úgy szeret téged. Hú, ezt nagyon nehéz elfogadni. Szerintem a legnehezebb elfogadnunk ezt. És azért nehéz elfogadnunk, mert nem vagyunk rá méltóak. Érezzük, hogy simlisek vagyunk, hogy nyomorultak vagyunk, hogy bűnöket követünk el, hogy mindenféle olyan dolgot csinálunk, ami nem méltó hozzá, ami nem ő, aki nem ő. És ilyenkor az ember mindig azt mondja, hogy hát nem, ez nem létezik. De létezik. Létezik. És tudd meg, és gondold végig, hogy az Atya szeretete a fiú iránt nem több, mint te irántod. Nagyon nehéz ezt felfogni, de azt kell, hogy mondjam nektek, hogy ez az igazság. És még tovább megy, hogy még fokozza, és ezzel tényleg befejezem. És azt mondja a 26. versben, az utolsó versben, hogy azt mondja, utolsó előtti versben,
És megismertettem ővelük a te nevedet, és megismertetem, hogy az a szeretet legyen ő bennük, amellyel engem szerettél. Káó. Nem tudom. Ha nem a főpapi ima lenne, azt mondom, Jézus nem tudta, hogy mit beszél. És azt mondja, hogy te ugyanúgy szereted őket, ahogy engem szerettél, és az a szeretet van bennük, ahogy te szerettél engem. István. Benned van? Vagy tévedett Jézus? Nem tévedett Jézus. És itt nem a tanítványokról van szó, mert mondhatnák, ja, Péter az izé, jó, megtagadta, de azért szerette. Vagy a János, nem, akik hisznek az ő beszédükre, te és én. És tudjad, megint csak a Szent Szellem mondja, hogy az Isten szeretete kitöltetett a szívünkbe a Szent Szellem által, aki adatott nekünk. És tényleg így van. Tényleg benned van az Isten szeretete. És ne hivatkozz arra, hogy nem tudsz szeretni, és nem tudsz megbocsájtani, és nem tudod, nem tudsz csak dühös lenni, és nem tudsz elengedni, és nem tudsz könyörülni. Tudod, meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Meg tudod csinálni. Benned van az Isten szeretete. Benned van az Istennek a jósága. És hidd el, hogy várja a világ ezt. Várja a prófétákat is. Várja azokat is, akik különböző módon képviselik. De a legjobban azt várja, hogy megjelenjen, hogy engedd, nem kell több, hogy engedd, hogy ez a szeretet rajtad keresztül elérje az embereket. És ez nem te vagy. Tényleg nem te vagy. Én, nem, én tudom, hogy nem én vagyok. A bűnnel ez a baj. A bűnnel az a baj, hogy ha nem csináljuk, akkor fölfuvalkodunk. Ha csináljuk, akkor képmutatók leszünk. De most mindegy. Akarod, nem akarod, ez így van, akkor is mindegy, én ezt így gondolom. És egyedül az segít rajtunk, ha abba a pozícióba helyezkedünk bele, amiben Isten tett bele bennünket. És Isten beletett ebbe, beletett az egység, az ő egységébe, az ő dicsőségébe, és az ő szeretetébe. És kitöltötte az ő szeretetét a szívünkbe, és ezáltal kiáltjuk, hogy abba szerem, és atya. És ez csak a láthatatlan látásával lehetséges. Ez csak azért lehetséges, mert ő kérte az atyát, és az atya megadta az ő kérését, és az úgy van. És ez csak hitáltal működik, hogy hiszünk abba, hogy ez így van, és ez így is lesz. 1 Korintus 5-tel befejezem, és 2 bejelentést szeretnék nektek tenni. Nem 1 Korintus 5, hanem 2. 2 Korintus 5. Kicsit összefoglalja ezt, Pál apostolnak a tollából. 16-tól. Azért mi ezentúl senkit sem ismerünk test szerint, vagy hús szerint, sőt, ha ismertük is a Krisztus test szerint, de már többé nem úgy ismerjük. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az. A régiek elmúltak, és imé újjá lett minden. És figyeljetek, mindez, új teremtés vagy, újjá lett minden. Mindez az egész, minthogy az Istentől van. Mindez az Istentől van, aki minket magával megbékéltetett, a Jézus Krisztus által, és aki nekünk adta a békéltetés szolgálatát. Mivel, hogy az Isten volt az, aki a Krisztusban megbékéltette magával a világot, kozmoszon, nem tulajdonította nekik az ő bűneiket, és ránk bízta a békéltetésnek igényét. Tehát úgy tűnik, hogy Isten megbékélt a világgal, nem tulajdonította nekik a bűnüket, nekem se tulajdonított, amikor még bűnben éltem, és pedig az övé voltam, de még a nyomorúságomban, a bűnömben, a hitetlenségben, a mocskomban éltem, hanem mit csinált? Elküldte hozzám az ő emberét, az ő követét, az ő hívőjét, hogy tegyen nekem bizonyságot az igazságról. És ezért akkor én nem tulajdonította nekem a bűnt, hanem kihozott engem a bűnből, sőt ránk bízta a békéltetésnek az igéjét. Krisztusé járván tehát követségben, mintha Isten kérne mi általunk, Krisztusért kérünk, békülj meg az Istennel. Mert azt, aki bűnt nem ismert,
bűnné tette értünk, hogy mi Isten igazsága legyünk ő benne. Amen. Tehát nem arról van szó, hogy nem kell hinni, nem kell megtérni, hanem arról van szó, és arról beszél itt az Istennek az igéje, hogy Jézus a megváltást elvégezte minden ember számára, annak a számára is, aki már ezt fölismerte, és annak a számára is, aki még nem ismerte föl. De mi azért vagyunk, hogy megismertessük az emberekkel ezt a csodálatos örömhírt, és ezért azt mondja az ige, hogy Krisztusért járva követségbe, békülj meg az Istennel, és rajtad keresztül megbékül az Istennel a világ is.